Alsótagozatos általános iskolás gyerekektől volt hangos szombat délelőtt a Mátészalkai városi uszoda, a létesítmény adott otthont ugyanis az első és második korcsoportos úszó diákolimpia megyei döntőjének. Bár betegség miatt sokan hiányoztak az indulók közül, a házi versenyeket követően így is 31 intézmény közel 130 fiatal úszója állt rajtkőre, hogy gyors, hát és mellúszásban összemérje tudását. A Szabolcstor úszóverseny keretében Mátészalkán már több versenyt rendeztünk, mint megyei úszószövetség, és amikor a Diáksport Tanács kérdezte a véleményemet, hogy hol rendezik az idei megyei úszódöntőt, Mátészalkát javasoltam. Nagyon szeretünk ide járni, nagyon jó a szervezés, a rendezés, minden feltétel adott egy megyei úszódiákolimpia döntő megrendezéséhez. Mátészalkán először rendeztek úszódiákolimpiai megyei döntőt. A Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy minél több helyszínen rendezzenek versenyeket. Mindenképpen szerettünk volna eljönni, mert az egyik célunk az, hogy ne csak Nyíregyházán legyenek a diákolimpiai megmozdulások, hanem valóban az egész megyét járjuk be. És nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok olyan település van, aki időt és energiát fordít, akár legyen az pénzbeli vagy erkölcsi energia, hogy a diáksportéletet, a sportéletet támogassa, és ezáltal a lehetőségek is kinyílnak előttünk is, mint diákolimpiai mozgalom segítői elő. A város polgármestere elmondta, hogy nyártól már a helyi sportegyesület színeiben is úszhatnak és vízilabdázhatnak a fiatalok. Ez egy komoly megtiszteltetés. Különösen annak a Mátészalkának, aki ugye hitet tett az elmúlt években amellett, hogy mindenfajta sporttevékenységet, amivel a gyerekek fejlődhetnek, egészségesebbülnek, az zászlajára tűz, és nagyon nagy ráfordításokkal, mind energia, mind anyagi ráfordításokkal támogatni és fejleszteni fog. Ezért örülök annak, hogy kvázi kettcsinálónak a gyerekek számára, a mátészalkai gyerekek számára is itt vannak a Diáksport Egyesület versenyzői, a megye legjobbjai gyakorlatilag, és hát reméljük, hogy az elkövetkezendő években minél több mátészalkai gyerek is eredményesen fog szerepelni a diákolimpián. Hogy ez megtörténhessen, ezért döntést született arról, az elképzelések már össze van rakva arra vonatkozólag, hogy a nyárig szeretnénk az MMTK-nak, ugye a mátészalkai MTK-nak létrehozni az úszó szakosztályát, illetve a vízilabda szakosztályát. A Mátészalkai MTK úszói között ott lehet majd Grózinger Panna is, aki 50 méteres gyors, illetve hátúszásban állt rajtkőre. Kisbaba korom óta már úszom, és már megszerettették velem a vizet, és nagyon kötődöm a vízhez, mert rájöttem, hogy valami kell legyen, hogy levezessem az energiámat. A megyei döntő aranyérmesei bejutottak a március 18-án esedékes debreceni országos fináléba. A hétvégén a harmadik és negyedik korcsoportos úszók állnak majd rajtkőre Mátészalkán.